Köszöntöm az Oxygen Music nézőit, Sarek Zsuzsa vagyok, most jöjjenek térségünk legfrissebb és legfontosabb hírei. Györmoson Sopron vármegyében az elmúlt héten 91 eseményhez vonultak a hivatásos tűzoltó A tűzoltói beavatkozást igénylő esetek alkalmával összesen 26 ember sérült meg, két ember pedig életét vesztette. A győri hivatásos tűzoltók pénteken délután az Erfurti útra vonultak, ahol biztosíték szekrény gyulladt ki egy ötszintes társasház egyik ötödik emeleti lakásában. A lakók áramtalanították és elhagyták a lakást. A tűzoltók porraloltóval fékezték meg a biztosíték szekrényen felcsapó lángokat. A tűz nem terjedt át másra. A tűzzel érintett lakásban lakó két embert a mentők füstmérgezés gyanúja miatt további vizsgálatokra kórházba szállították. Augusztusban és szeptemberben keresik a legtöbb kiadó ingatlant Győrben is. Nem elég a megelőlegezett bizalom, a bérbeadás feltételeit írásban is rögzíteni kell. Lakáskiadáshoz nincs feltétlenül szükség adószámra, a havi lakbérről azonban átvételi elismervényt kell kiállítani. Az adó mértéke 15%. Továbbra is hatalmas az érdeklődés a kiadó ingatlanok iránt. Aki nem jutott be a kiválasztott egyetem vagy főiskola kollégiumába, esetleg otthonától távol dolgozik, kénytelen lakást bérelni. Ilyenkor a megelőlegezett bizalom mellett fontos, hogy írásban is rögzítsük a feltételeket, hívja fel a figyelmet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságának szakértője. Fontos, hogy a bérlő a bérelt lakásról írásos érvényes bérleti szerződéssel rendelkezem, illetve a havi átutalt ö, lakbért is érdemes írásban rögzíteni. Ugye ennek ez a legegyszerűbb módja, hogyha a bérlő átutalással fizeti a lakbért, és a közlemény rovatban feltünteti az aktuális hónapot, illetve a bérleti díj megnevezést. A lakáskiadáshoz alapvetően nem kell adószámot kiváltani, ha csak a bérbeadó nem választ adószámhoz kötött gazdálkodási tevékenységet. Ha a bérbeadó magánszemély és nem idegenforgalmi cél adja ki ingatlanját, akkor a bérbeadás áfamentes. Az átvett lakbérről átvételi elismervényt kell kiállítani, ami írásban rögzíti a bevételt, tette hozzá Bakodiné Iklódi Zsuzsanna. A teljes bevételből kétféle módon állapítható meg a jövedelem. Az egyik lehetőség a tételes költségelszámolás, amikor a bevételt csökkentjük az igazolt költségekkel, illetve az értékcsökkenéssel. Igazolt költség például a közüzemi számla, vagy pedig a felújítási költség. A másik lehetőség pedig, amikor a bérbeadó 10%-os hányaddal csökkenti a teljes bevételét. Az adó előleget negyed évente kell megfizetni, illetve ingatlan bérbeadásból származó bevételként feltüntetni az éve. Bevallásban. Az adó mértéke 15 százalék. További részletek a Nemzeti Adó és Fámhivatal honlapján olvashatók. Augusztus 14-én és 15-én Budapest Kelemföld és Ferencváros állomás között karbantartást végeznek, emiatt több vonalon is változik a menetrend, közölte a MÁV. A Győri fővonalon a Budapest és Győr közötti távolsági vonatok többsége napközben a Keleti pályaudvar helyett csak Budapest-Kelenföldtől közlekedik és oda is érkezik. A Győr Veszprém vonalon október 6-áig pályafelújítás miatt változott a közlekedési rend. A vonatok menetrendjéhez igazodva Zirc és Veszprém között pótlóbuszok közlekednek. A buszok menetrendje a vonatokétól néhány perccel eltér, de ez alapmenetrend szerinti csatlakozások Veszprémben biztosítottak a Bakony, illetve Göcse Intercityhez. A héten kilenc vármegye 184 településén és a főváros hat kerületében összesen csak nem 37 ezer hektáron végeznek szunyoggyérítést a szakemberek. A következő napokban vármegyénkben többek között Győr Ladamér, Győr és Győr területén lesz földi szunyoggyérítés. A platós gépjárművekről végzett permetezést az esti éjszakai órákban végzik a szakemberek. A járványügyi szabályok betartásával megelőzhető, hogy iskola kezdéskor berobbanjanak a fertőző megbetegedések. Erről dr. Schmidt Péter Győri gyermekorvos beszélt stábunknak. Hozzátette, a koronavírus új változata megjelent Magyarországon is. Praxisában azonban még nem találkoztak vele. Már csak pár hét, és kezdődik az iskola. Ismét közösségbe mennek a gyerekek, ami együtt járhat azzal, hogy felgyorsul a fertőző betegségek terjedése, hívja fel a figyelmet az egyik Győri házi gyermekorvos. Nyár van, szabadságon vannak az emberek egymástól távol. Három és fél négy évvel kezdődik az iskola. Azok a fertőző ágensek, amik tulajdonképpen most szétszórodva nem észlelhetők, közösségbe kerüléssel esetleg ismételten előfordulhatnak. Tehát javaslom mindenkinek, hogy a iskolába is a járványügyi eljárásokat szigorúan tartsa be. Ez azért is fontos, mert így megelőzhetőek a tömeges járványos megbetegedések, melyek jelenleg csak szorványosan fordulnak elő, tette hozzá dr. Schmidt Péter. Olyan betegségek jelentek meg, ami nekem az elmúlt 50 év során, a pályafutásom során nem fordul elő. 2023. októberébe lepkevírus vagy pillangóvírus, ami soha nem volt korábban, biztos, hogy olyan COVID következmény, amit aztán föl kellett dolgozni, szépen elmúlt, elképzelhető, hogy COVID hiányában ez nem történt volna meg. Közben a koronavírus legújabb változata megjelent Magyarországon is. Az elmúlt hetek, hónapok, nyugat-európai vagy Egyesült Államokbeli feleménye, hogy különböző kiütéssel járó, magas lázal betegség mellett volt ez a bizonyos flirt, covid utaló betegség. Amerikában volt halálozás, Európában nagyon gyönge tünetek mellett zajlott le, beavatkozást általában nem igényelt, tehát azt mondhatjuk, hogy ez a flört ez úgy vonult le, hogy egy COVID következményeként kialakult olyan betegség, ami gyöngetületekkel járt a COVID-tól messze-messze távol, és ugyanakkor ennek valószínű semmiféle olyan járványú jelege nem volt, hogy intézkedni kellett volna, mi itt a régiónkban nem találkoztunk vele. A Népegészségügyi Központ előrejelzése szerint a következő időszakban nem várható az eset számok emelkedése. A koronavírus örökítő anyagának országos átlagkoncentrációja stagnáló, győrben alacsony értéket mutattak a mérések. Az elmúlt években a hirtelen lezúduló csapadék mennyisége több esetben a szennyvíz elvezető rendszer túlterteltségéhez vezetett, ezért különösen fontos betartani a csapadékvízzel kapcsolatos előírásokat, tájékoztat hollapján a Pannonvíz ZRT. Az elválasztott rendszerű szennyvíz elvezető hálózatba a csapadékvíz elvezetése tilos – Győrben ilyen elválasztott rendszer működik Szabadhegy, Kismegyer, Győrszentivál, Likócs, Réfalu, Kisbácsa, Nagybácsa, Újváros, valamint Pinyéd város részekben. A társaság szerint jó megoldás, ha ciszternában, esővízgyűjtőben vagy kertitóban gyűjtik össze az esővizet. Megsokasodott az úgynevezett albérletes csalás, melynek egyik leggyakoribb elkövetési módszere röviden az, hogy az elkövető meghirdet valamilyen platformon, például közösségi médiában egy lakást bérbeadásra, majd ezt az ingatlant több személy részére is bérbeadja, vagy épp a bérbeadással kapcsolatos díja kifizetése után a hirdető elérhetetlenné válik, írja közösségi oldalán a Györmoson sopron vármegyei rendőrség, akik tippeket is adnak ahhoz, hogy hogyan ne váljunk áldozatokká világnapi műsor, egyház zene, megúhatatlan nagy romantikus zeneművek. Egyebek mellett ezek szerepelnek a Győri Filharmonikus Zenekar új évadának repertoáriában. Jól ismert és kedvelt művek mellett olyan különlegességekkel örvendezteti meg a zenekedvelőket a társulat, ami már most felcsigázhatja az érdeklődést. Kedves nézőink, ez volt mára itt a Híradó az Oxygen Musicon. Ma este sportműsorral készültünk önöknek, friss híreinket és tudósításainkat pedig megtalálják a győrihírek.hu oldalon. Én már a búcsúzom, köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Kedden a napsütést fátyol és gomoly felhők zavarják meg. Északon, északnyugaton helyenként zápor, zivatar is előfordulhat. A szél gyenge lesz, csak csapadék környezetében erősödhet meg. Délután 29-38 fokot mérhetünk. Szerdán sok napsütésre számíthatunk, de a Dunántúlon délután gyakrabban zavarhatják gomoly felhők a napsütést. Nyugaton néhol egy-egy zápor sem kizárt, többfelé élénk lesz a keleti szél. A legmelegebb órákban 30-39 fokot mutathatnak a hőmérők. Csütörtökön napos, gomoly felhős időben lesz részünk, helyenként frissítő zápor, zivatar is kialakulhat. A nyugati, délnyugati szél mérsékelt, időnként élénk lesz, zivatarok környezetében erős lökések is lehetnek. Továbbra is kitart a hőség, a csúcshőmérséklet 31 és 39 fok között alakulhat.